Üdvözlök mindenkit, Necrocrim vagyok, jöjjön egy kis Cségó, megettétek az életemet vele, itt van, jól van, itt van Cségó, megvettem, csak a ti kedvetekért, csak itt, csak most. Közben elmesélném azért, hogy kerültem én kapcsolatba a Counter-Strike-kal, nem a Cségóval, hanem úgy általános Counter-Strike-kal, mert nem ma ismertem meg ezt a játékot sem, viszont nem játszottam vele soha, annak pedig azért megvolt a maga oka. De amikor én először megismertem a Counter-Strike-ot, talán Source futott akkoriban, de már javában kodozgattam, szóval kezdtem megismerni a kodos világot egyre jobban, és a kodnak a szépségét, és igaz, ami igaz, akkoriban a Counter-Strike, hogy úgy mondjam, grafikai minőségben, játékmenet élvezhetőségben nem tartott ott, ahol most, és a kod rávert, és valahol ez volt az, ami... Nálam elkerülte a figyelmemet a Counter-Strike, illetve nem fordítottam figyelmet a Counter-Strike felé, mert egyszerűen a másik játék jobban megfogott. Na de, hogy hogyan kerültem először kapcsolatba azért a Counter-Strike-kal, az egy osztálykirándulás alkalmából volt, amikor elmentünk az osztályval Szlovákiába, Sturmóba, Párkányba, magyarul ilyen kimegyünk az osztálya, mert az osztályfőnökünk az olyan jó fej volt, hogy minket csak odavitt, nemhogy elvitt volna valami szebb városban, nem mint hogyha Párkány nem lenne szép, mert amúgy szép kis város, de értitek, osztálykirándulásra megyünk Párkányban, ez most ilyen komoly. Na minden, nálunk az osztálykirándulás akkor is abból állt, hogy átmentünk egy másik városba inni, és hát gondoltuk, mielőtt még lehisszük magunkat, akkor üljünk be egy internet kávézóba, mert tetőre untuk magunkat, és akkor játszunk valamit, és ott megtaláltuk a Counter-Strike-ot. És a internet kávézóssal mondja, hát jó, hogy fölállítja nekünk a szerver, és akkor kérdezte, hogy hát mire akarom, hogy állítsam a botokat? Á, nyomjad hardra, lealázzuk a botokat. Most a botok úgy lealáztak minket, hogy én akarattal eldöntöttem, hogy Counter-Strike nem az a játék lesz, amit én játszani fogok. De igazából nem azért volt, mert lealáztuk a botokat, egyszerűen, mert nem volt annyira élvezetes, adrenalindus számomra, mint a Call of Duty akat. Úgyhogy... Eddig vártam azzal, vagy nem vártam, hanem eddig húztam azt, hogy ne legyek. Mármint, hogy ne játszok a Counter-Strike-kal, mert ennyire nem érdekel. És most eljutottam odáig, sokan kértétek, a haverok is, na, Cségó, vedd meg, kurva jó, és el kell mondjam, hogy valóban nagyon jó a játék. Viszont egy bajom vele, hogy nem éreztem azt a pezsgést, tudjátok, mikor van egy új játék, ki akarod próbálni, kipróbálod, és érzed ott belül, hogy húha, ez az lesz, ez odabaszós, ez jó lesz, ez szeretni fogom. Na, és nem, tehát még mindig nem, mert valószínűleg azért, mert sok olyan játékokkal játszok, ami élményben sokkal dúsabb, mint a Counter-Strike. Viszont tisztában vagyok vele, hogy a Counter-Strike az nem feltétlenül arról szól, hogy gyönyörű grafika, állatian izgalmas játékmenet. Ez... Ja, amúgy erre a játékra már itt kaptam egy célkeresztet egy ismerősömtől, és azt hiszem, hogy sokkal-sokkal praktikusabb és jobban bevált, mint az eredeti célkereszt. Be kellett illeszteni a konzolba, és nagyon kis csincsó lett, úgyhogy köszönöm neki. Tényleg jobb volt ez a célkereszt. Na mindegy, szóval ott tartok, hogy ez az a játék, ahol nem arra megy a buli természetesen, hogy a hatalmas élmények és hatalmasan gyönyörű grafika és rombolhatóság és meccsen, ugye. Ez tényleg az a játék, amit mindig is mondtam sok videómban, hogy vannak játékosok, akiknél respekt és nem szólunk be, az a COD 2, COD 4 és a Counter-Strike játékosok, és... A Counter-Strike az egy ilyen játék, ahova, hogy úgy mondjam, professzionális szintre lehet magadat fejleszteni. Ez arról szól valóban, hogy jó légy, hogy a legjobb légy, és hogy a legjobban ismerd a fegyvereket, legjobban ismerd a pályát, mert ugye itt mindennek megvan a maga sajátossága. Ugye főleg, hogy minden fegyvere sajátos módon lő, és természetesen mindenki ugye az AK, meg M4. M4 elő, de akkor is minden fegyvernek megvan a sajátossága, meg kell tanulni velük lőni, és minél jobb és precízebb és finomabb vagy azokkal a fegyverekkel, úgy veszem észre, hogy annál sikeresebb és jobb lesz a játékban,
És még azon kívül, hogy megtanultál célozni, ami mondjuk talán kiteszi a 40%-át az egész tudásodnak, azon kívül, hogyha ismered a pályákat, 100%-osan azt fogja kirakni a többi 60%-ot, és ez az a játék, ahol profivá válhatsz, és az hozhatja meg azt a bizonyos sikerélményt, azt a bizonyos adrenalint, azt a bizonyos függőséget, amit hát a Counter-Strike-ról sikerült elérni világszerte sok mindenkinek. Egy olyan játék, ami 10 éve folyamatosan megőrzi a rajongó táborát, és vonz be új embereket. Nem, tehát ez az a játék, azt hogy el kell mondjam nektek, tehát ez az a játék, ahol tőlem nem kérjetek semmit, én nem értek a Counter-Strike-hoz, amit itt láthattok, ez mondjuk egy páradik meccsem, ahol elmesélték, hogy hogyan kell lőni még az előző meccsekben, hogyan kell lőni, hogyan kell megszokni a fegyvereket, és eljöttem, és gyakoroltam egy kicsit TDM-be, és hogy kezdjek ráérezni a fegyvereknek a hogyan kell lőni című dolgára, mert jelentősen más, mint egy COD, mint egy Battlefield. Nem bonyolult, meg kell szokni a sajátosságokat, és akkor élvezhetővé válik az egész, de ez nem az a játék, ahol gyakorlatilag én tippeket fogok tudni adni, vagy mit csinálni. Azért ment úgy a játék, ahogy ment, bár többet haltam, mint öltem. Ez szerintem javarészt azért volt, mert a pályákat nem ismerem, viszont az egyetlen dolog, ami ki tudott húzni sokszor így a csávából, vagy megoldottam helyzeteket, az egyszerűen azért volt, mert már tapasztalt játékos vagyok, és a különböző dolgokat már megszoktam játékokban, és egyre jobban ismerem én is ki a Counter-Strike-ot idővel, de őszintén szerintem, amikor legelőször bekapcsoltam a haverokkal játszottuk, hát én ilyen olázást rég kaptam, tehát így kegyetlen volt, ráadásul még elmentünk egy rank play-re is, hát így kiszívni, én hát ebben nem szívtam ki, hogy őszinte legyek, de nagyon, a játék nagyon jó. Ebből a szempontból olyas valakiknek való tényleg, akik szeretik a shootereket, nagyon szeretik a shootereket, és szeretnék ezt egy olyan professzionális módon művelni, belemenni, megtanulni, mert a Counter-Strike megadja azt az opciót, hogy így mélyen leásni a dolgokba, és egyre jobbá válni, és akkor hatalmas sikerélményt lehet elérni. Ez egy játék, azt hiszem, azoknak, akik tényleg kicsit komolyabbra gondolják a shootereket, mint hogy egy mostani Call of Duty szórakoztatása, vagy egy Battlefield szórakoztató jellege. Tehát ez még mindig ott tart, úgy vagyok vele, hogy a Counter-Strike mindig ott van, ahol régen volt egy COD 4, COD 2, egy kicsit professzionálisabb, mint a mostani kodok, vagy egy Battlefield. Szóval jó a Counter-Strike, de nem az a játék lesz, ahol én tippeket fogok adni, vagy tanácsokat, meglátásokat, mert nem ismerem ezt a játékot. Legalább egy 500 óra kell ahhoz, hogy megismerjem ezt a játékot, hogy jobb legyek ebben a játékban, hogy jó legyek egyetlen a versenyszférájában, szóval a versenyszférájában kéne eltölteni legalább egy 500 órát, hogy ott kezdjek jobb lenni, és ez egy folyamatos figyelmet igényel ez a játék, folyamatos gyakorlást igényel a játék, és nem ott tartok, hogy ezt megcsinálni, nem is nagyon szeretném, ráadásul több játékkal játszom szimultán, szóval BF4, COD, Titanfall, és most ugye beesik a Cségó, mindegyik más tulajdonság, mindegyik más típusú játék, szóval a Cségó az oda figyelmet kell fordítani, mert ez a játék a maga szintje nem vicc, hogy így mondjam. És inkább megmaradnék a szórakoztatás jellegnél. Fogtok még látni cég videókat, nagyon szívesen csinálok, az igazság, és lehet, hogyha elmegyünk a többiekkel egy-két ilyen borra, akkor azokat is felrakom, hogyha jól sikerültek, hogyha nem agyon bénáztam magam, mert baron azért nagyon pro arcok vannak, hogy úgy mondjam, ez a TDM ez elég light-os valami a versenyhez képest, ahogy nézem, szóval tényleg arra jó, hogy az ember gyakoroljon, megtanuljon lőni, és a többi, de valószínűleg fogtok látni, mert úgy élveztem, tudjátok, csak nem az a játék, amit minden órában be akarok kapcsolni, na, hova fejlesztem még magam a tudásom, hogy csináljam, hogy célozzak valamit, tehát nem olyan most már ez, mint régen volt nekem a Call of Duty, mert egyszerűen már nem,
vonz annyira ez a világ, hogy ezt kitanuljam rendesen. Persze, hogyha idő eltelik és játszok vele, akkor valószínűleg lesznek különböző ötletek vagy meglátások. Amit hozzá kell tegyem, azért a lövésnek meg már észrevettem, hogy két sajátos technikája van. Ha kíváncsiak vagytok arra, hogy mit vettem észre egy pár óra játék után lövéssel kapcsolatban, akkor sajnos ott kell hagyjátok kommentben, hogy megcsináljam azt a videót. De addig is köszönöm a figyelmeteket, sziasztok!